Pesztóként, pogácsába, rántottába, de akár önmagában fogyasztva is igazán ízletes a medvehagyma, amelynek nemrég kezdődött el a szezonja. Amellett, hogy finom és számos felhasználási módja van, több jótékony hatással is bír. Hogy mik ezek, azzal ismertette meg most az érdeklődőket Lencsés Rita. A medvehagymát azt kiemelem, mert szerintem az nem csak egy fűszernövény, hanem tényleg egy fantasztikus gyógynövény. Ugye az illóolaj az ugye a légutakat tisztítja, de egyébként nagyon jó kis vérnyomás csökkentő, vérhigító, vércukorszint csökkentő. Van benne C-vitamin, tehát nagyon jó kis roboráló, van benne rengeteg nyomelemásanyag, tehát egy kis immunerősítő hatás érvényesül, de egy természetes antibiotikum, úgy mint a fokhagyma egyébként, tehát vírus, baktérium, gombölő hatása érvényesül, nagyon jó az emésztésre. A délután folyamán nem csak a medvehagyma kapott kiemelt szerepet, egyebek mellett tyúkhúr, zamatos turbolya és ibolya kóstolására is volt lehetőség. Az ibolya virág, az például ugye szoktam mondani, hogy afrodiziákum, hát hangulatjavító hatása van, nagyon finom az íze, de egyébként nagyobb mennyiségben székletlazításra és húrutoldásra használták, tehát a köhögésnek úgymond annak a tünetét kezelték vele. A zamatos turbolya, aminek nagyon finom ánizsos íze van és aromája, a légutakra nagyon jó, neki is van egy jó kis tisztító hatása, és nagyon roboráló, például vastartalma is van, tehát immunerősítő is, és a saláta boglárka levele az meg ugye a C-vitamin tartalmáról nevezetes. A szakértő elmondta, hamarosan kezdődik a galagonya és a pittypang virágzása, amelyek szintén jótékony hatásaikról ismertek. Lencsés Rita soron következő gyógynövény túrájára szeretettel vár mindenkit, amely április 1-én, húsvét hétfőn lesz Bakonykútiban.